Nincs kiszállás a hőmérsékleti hullámvasútból, sziasztok, köszöntelek benneteket. Ennek azonban a frontérzékenyek nem különösebben örülnek. Nem sokáig marad a télies jellegű időjárás térségünkben, bár holnap még inkább a sok évi átlaghoz közeli hőmérsékletek lesznek a jellemzőek, egyre kevesebb helyen csapadékkal. Kettől azonban jelentősen enyhül majd az idő, olyannyira, hogy a hét második felében, a hét közepén ismét 10 fok fölötti maximumokat lehet majd mérni, tehát újra nagyot fordul időjárásunk pár napon belül. Nézzük meg a légköri helyzetet. Tőlünk délnyugatra egy mediterrán ciklon alakult ki, ezt láthatjátok a műhold felvételen, amely az éjszakai óránkban fokozatosan fölénk helyeződött, de a középpontja mindvégig tőlünk kissé délre helyezkedik majd el, ezt is láthatjátok a következő animáción. Eközben a ciklon fokozatosan gyengül, és megszűnik a hideg levegő utánpótlása is. A tőlünk nyugatra található alacsony nyomású képződmények által nyugat-délnyugat felől ismét egyre enyhébb léghullámok érkeznek a magasban, azonban felhívom a figyelmet az Észak-Európában felhalmozódó hideg légtömegre, ez akár jelentősebben is beleszólhat majd a jövő hét végétől időjárásunkba, de erről majd szó lesz a későbbiekben, a kisfilm végén. Nézzük az előttünk álló éjszakát. A mediterrán ciklon egy újabb csapadék hulláma éri el a déli, délkeleti területeket, és halad tovább majd kelet felé. Elsősorban itt számíthatunk újabb csapadékra. Általában már inkább a havazás lehet a jellemző, de elsősorban a Maros-Körös közén vegyes halmazállapotú csapadék várható, akár nagy területen is hullhat ónos eső, akár több milliméter is összegyűlhet. Mindeközben északnyugat felől megkezdődik a felhőzet határozott csökkenése, a tartósan havas, illetve hát a vastag hóval borított tájakon, foltokban köd is képződik. Egyébként ezeken a helyeken, különösen ott, ahol derült marad az ég, akár mínusz 8, mínusz 10 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet, egyébként úgy általában 0 és mínusz 5 fok közötti minimumok lesznek a jellemzőek. A délelőtti órákban a csapadék tevékenység egyre inkább az Alföldre, illetve a Tiszántúlra korlátozódik, miközben északnyugat felől tovább folytatódik a felhőzet szakadozása, csökkenése. Elsősorban az északi és a nyugati megyékben több órára is kisüt a nap. A délutáni órákban ugyan a tartós csapadék a keleti országrészben is megszűnik a legtöbb helyen, de ott azért jobbára felhős marad az ég. A legmagasabb nappali hőmérséklet pedig úgy általában 0 és plusz 5 fok között alakul, ez úgy nagyjából megfelel a sok évi átlagnak. Azonban a következő napokban nem sokáig marad a sok évi átlag körül a hőmérséklet, sőt tulajdonképpen már kedden sem annyira, ekkor kezdődik meg az enyhülés, ekkor is már 5 fok körüli értékeket lehet majd mérni a délutáni órákban. Ez az enyhülés tovább fokozódik szerdán, illetve csütörtökön. Utóbbi nap már az éjszakák sem lesznek fagyosak az ország túlnyomó részén, és napközben a legtöbb helyen 10 fok fölé melegedhet fel a levegő, sőt elsősorban nyugaton, délnyugaton lehetnek olyan helyek is, ahol akár a 15 fokot is elérheti, meghaladhatja a hőmérséklet. Tehát újabb időjárásváltozás, újabb pálfordulás következik be néhány napon belül. Lesznek hosszabb, rövidebb napos időszakok is, de azért, mivel az időjárási frontok közel lesznek hozzánk, a felhőzet is gyakrabban megnövekszik, de csak kisebb csapadék fordulhat elő, és akkor tekintsünk egy kicsit távolabbra. Láthatjátok, hogy a hétvégétől megnő jelentősen a bizonytalanság, és ez annak a hideg légtömegnek köszönhető, amit az előbb mutattam nektek, hogyha a hideg légtömeg Közép-Európára szakad rá, akkor a hidegebb forgatókönyveknek van nagyobb valószínűsége, ugyanakkor, hogyha tőlünk nyugatra szakad le a hideg, akkor akár hosszabb ideig is tavaszias maradhat időjárásunk. Minden esetre a csapadék mennyisége, illetve hát a csapadék előfordulási esélye is megnő valamelyest a hétvégétől, de főleg a hőmérséklet tekintetében, mint említettem, nagy lesz a bizonytalanság. Én ezen megköszönöm figyelmeteket, ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, és kövessetek bennünket az itt feltüntetett csatornáinkon. További kellemes napot nektek, sziasztok!